Tisztelettel köszöntjük a Hatos csatorna televízió nézőit, önök a Vallás és Kultúra című műsort látják. Sok szeretettel köszöntöm stúdió vendégünket, Bolla Zsuzsannát, állandó szakértőnket, Szigeti Jenő tanárurat. Ez egyházi újságírás. Úgy tudom, hogy Zsuzsa, te az evangélikus egyháznak az újságírásáért, sajtó munkájáért vagy a felelős. Mit jelent számodra az egyházi újságírás? Nyilván volt olyan időszak az életedben, amikor nem az egyházi újságírásban szereztél gyakorlatot, egy picit összehasonlítva. Miben más az egyházi újságírás? Nekem az a szerencsém, hogy azon kívül, hogy újságírói végzettségem is van, van egy teológiai végzettségem is, így az egyházi újságírás az tulajdonképpen így jön. Az már akkor a véredben van. Az már így akkor összeadódik, és végre a két dolog, amit szeretek csinálni, a teológiával foglalkozni, illetve az újságírással foglalkozni, ez így összeadódik ebben a témában, és azt gondolom, hogy ez azért merőben más, mint amikor az ember egy, hát mondjuk úgy, hogy világi lapnál újságíró, mert itt több olyan téma fordul elő, ami az embernek az erkölcsi dolgaival foglalkozik, mélyebb belső dolgaival, és én azt gondolom, hogy ez tulajdonképpen egy mélyebb újságírást jelent. Akkor mondhatjuk azt, hogy az egyházi újságírás a szekuláris újságíráshoz képest nem más, legfeljebb etikusabb szempontok alapján történik? Igen, én is azt mondanám, hogy nem más, hiszen itt is vannak híranyagok, meg olyan interjúk, amik értékes, érdekes emberekkel készülnek, de valahol mindig próbáljuk belevonni azt, hogy miért is készítjük ezeket a cikkeket, anyagokat. Itt a háttérben azért nem csak egy ilyen önreklámozás van, hogy mi a saját egyházunkat reklámoznánk, hanem Isten dolgait szeretnénk belevinni ebbe, tehát ez egy ilyen sokkal mélyebb réteget jelent szintén. Ha jól megnézzük, a páli leveleknél is azért van egy kis kommunikáció egyéb dolgokra vonatkozólag. Sőt, hát igazán újságot írni Európában, a Bibliából tanultak talán az emberek, ez nem is egy nagyon merész mondat, de ez így van. Tudnék, a Biblia szóba született. Na most az újságírás az az irodalmi műfaj, aminek nagyon sok köze van a szóbeliséghez. És én nagyon-nagyon fontosnak tartanám, hogy a szóbeliség és írásbeliségnek az egymásra hatására beszéljünk. Mert lényegében a jó könyvvel beszélgetek, nem? Ha ez nincsen meg, akkor baj van. És sajnos, én most nagyon alkatom ellenére pessimista mondatot fogok mondani. Ez a pessimista mondat az, hogy sajnos a magyar sajtót olvasva egyre jobban azt látom, hogy a sajtó kezdi elveszíteni ezt a beszélgetős jellegét. Tehát nem olvasok jó tálcacikkeket, nem olvasok jól megszerkesztett híreket, nem olvasok olyan híreket, amire az első mondatot megnézem, utána el akarom olvasni. Nem beszélget velem a dolog, hanem csak közöl valamit. És ez az unalmas. Az evangélikus sajtóról viszont most nem azért, hogy téged ezért is hívtunk, mert evangélikus sajtóról nagyon jó véleményem van. Mert a régi újságírás nagyon sok pozitív dolgát felmutatja a sajtó. És nem akarom elmondani az összes sajtóterméket, amit nézek az evangélikus élettől, lelkipásztortól kezdve, a honlapotokon keresztül, a Hídig, minden, és ezen kívül még sok más. Azt lehet látni, hogy vissza kellene térni, nem csak az egyházi sajtóban, hanem a sajtóban, ahhoz, ami a régi lapok voltak. Én elfogult vagyok, mert mint történész annak idején a kandidátus értekezésemet úgy írtam, hogy a 19. század második felének a java sajtóját végig kellett nyáloznom. És ott viszont csodálatosan jól írtak még. Azóta csodálatosan rosszul írnak, mindig a magyar távirat íróda fűrészporos híreit olvasom a sajtóban. Ilyen szempontból az egyházi újságírásnak én azt gondolom, hogy az értékmentés nagyon fontos feladata, és mi is megpróbálunk mindig olyan témákat elővenni, amik egyrészt a társadalomban benne vannak,
akár egy, nem tudom én, abortusz kérdés, vagy halálbüntetés, és ilyen mélységű dolgok, de igyekszünk olyan értékes, meg érdekes embereket is bemutatni, akik valamilyen pozitív dolgot tudnak mondani ebben a egyre negatívvá váló világban. És itt a hírek mentén, amit te is mondasz, tanár úr, hogy egyre elsilányul a dolog, én azt veszem észre, hogy egyre egysíkúbb lesz, tehát vannak bizonyos olyan bulvár témák, amik mozgatják az embereket, ilyen pletyka szinten nézettséget eredményeznek, de ez nem jó irány, hányszor, hogy ezt határozza meg. És akkor az már növeli, igen, az írójának, és betesz egy jó ilyen jó megfogó címet, ami semmi köszönő viszonyban nincs a, igen, tartalommal. Emlékszem, hogy néhány hónappal ezelőtt ugye a Schumacherről jöttek a cikkek. Schumacher már mozog, mit látnak a szomszédok, és így, és úgy. Megnyitottam, egy szó nem volt benne, ugyanaz a két évvel ezelőtti állapotot írja le, arra ment a dolog, hogy nyissam meg, hogy az írójának a presztízsét ezáltal növelje. Igen. Tragédia. Igen. Tehát ez egy erkölcstelen módszer, amit velem szemben alkalmaznak. De ilyen szinten én se tudok felmutatni nagy mérőszámokat így az evangélikus sajtó területén, mert csak annyit tudok mondani, hogy az evangélikus.hu-t például 3000-re nyitják meg, vagy örülünk annak, hogyha egy-egy filmünket 200-an megnéznek. De mégis azt gondolom, hogyha rákeresnek és megnézik, olyan témákat dolgozunk föl, amik ennél a... amit te is említesz, egy ilyen módszernél sokkal, sokkal etikusabb, sokkal mélyebb és sokkal érdekesebb is. Mert járjuk az országot, és tényleg, ahol tudunk valamilyen olyan evangélikusról, aki valamiben jeleskedik, azon túl, hogy az ő területét meg bemutatjuk, azon túl, ő egy hitvallást is mond nekünk, és elmondja azt, hogy milyen világnézete van. És ezek a dolgok szerintem sokkal jobbak az embernek az élet képében, vagy sokkal erősebbeknek kellene lennünk, hiszen az életünket mégsem csak az a kis bulvárhír határozza meg, hanem el kell gondolkodnunk arról is, hogy miért vagyunk ezen a világon, hogy mi a mi küldetésünk, és hogy az életünket hogyan éljük le. És hogyan tehetjük jobbá a világot, a környezetünket? Hogyan tehetjük jobbá, és aztán utána, amikor véget ér az életünk, hogyan fogunk számot adni erről az Isten előtt? Így van. Meg még valami van, ami ezt mindig az is aláhúzza. A mai ember érdekesen él. Azt hisz, hogy a jövő az fontos, a múlt az nem számít. Holott a múlt az az alap, ami nálunk. Ha kihúzom a utat egy ember alól, akkor nincs az ember. Tehát ez egy hatalmas nagy dolog. Na most egy emberi életre, ha visszaemlékezünk, most nem is beszélve a történelmi cikkekről, mert ott is sajnos sok érdekes van. Tehát máig szóló tanulságai vannak egy-egy ember életének, vagy egy-egy esemény életének, vagy egy-egy dolog életének, mindegy. Még egy tárgyról is beszélhetnék, annak is sok értelme van. De ha egy embert veszünk, egy interjút veszünk, és elmond egy utat, annak halatlan nevelő ereje van. Sokkal kevésbé nevelő ereje van, hogyha egy celebet bemutatok, hogy mit csinált, hogy mit tudom én, bogárevő celeb lett, vagy nem tudom én micsoda, annak nincs ilyen értelme. Lehet, hogy megveszik a lapot, hogy jaj, egy hülyével több, és ennek is van egy bizonyos lélektani hatása, csak rossz. Tudnélik, az a lélektani hatása, hogy egy ostobát bemutatok, hogy én annál okosabb vagyok, és olyan jó tudni, hogy én okosabb vagyok, mint az a híres ember. A celebségnek ez az egyik átka. És ez tudatosan butítja az embereket. És nem pedig valami példát ad, hogy lehet győzni, lehet jobbnek lenni, jobb embernek lenni, jobb hívőnek lenni, jobb minden téren el tudnám ezt mondani. Viszont amit még én érzek ebben a szempontból, hogy kicsit úgy vagyunk most már összerakva, mint hogyha magunk körül forogna a világ.
Tehát, hogy nekem jó legyen, tehát ez az egocentrizmus, ez nagyon meghatározó. Az intézményi volpa is megjelenhet. Igen, és nem akarok mástól tanulni. Tehát azért nem olvasok ilyen történelmi dolgokat, vagy életrajzokat, vagy nem hallgatok meg mást, mert majd én megmondom, hogy mi a tuti. Igen. Mert belőlem csak egy van, és én vagyok a legfontosabb. Igen. De ez nem jó irány. Egyházi újságírás és politika. Van-e ebben valami veszély? Aktuál politikai kérdésekhez hogy mertek hozzányúlni, hogy nem mertek hozzányúlni, mi az, amit elkerültök, mi az, amit nyugodtan felvállaltok. Szóval bizonyára ebben is van valami mission statementetek, valamilyen küldetésnyilatkozati dolog. Hát szerintem egy keresztény embernek a Biblia az, ami a küldetés nyilatkozata, abban megvan írva a zsinórmérték, tehát azt szerint kell cselekedni. Az evangélikus egyház itt az utóbbi időben kapott hideget és meleget is a megnyilatkozásaival, gondolom, hogy erre is célzol. Pedig, abszolút nem konkrétan akarom én ezt kérdezni, csak általánosságban. Mi a belső egyházi berkekben úgy érezzük, hogy mi ott keresztény emberként nyilatkoztunk, és nem jobb vagy baloldal szempontjából. Tehát én úgy gondolom, hogy úgy kell megfogalmaznunk a dolgokat, hogy az Istennek meg Jézusnak tetsző legyen. Mások emberi mi voltukban ebben találhatnak hibát, de én azt gondolom, hogy ha a Biblia alapján működnek, akkor ők is érzik azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Abszolút csak amen tudunk mondani. Ez így van. Nyilván egy hívő embernek is kell aktuál politikai kérdésben megnyilatkozni. Igen, fontos. De ez pontosan nem úgy, ahogy ezt némelyek gondolják most én jobb oldalnak, vagy bal oldalnak. Egyiknek sem mondom, hanem azt mondom, amit a Biblia szellemiségéből, lelkiségéből egy-egy kérdésre én válaszolni tudok. Ilyen például nem tudom én, a halálbüntetés ténye, vagy nem tudom én, egyéb dolgok. Igen, és ebbe belehozni azt, hogy most melyik párt kérdése. Mit mond ebből a kérdésről, tőlem. Ez tőlem független, mert én keresztényként az én keresztény véleményemet mondom el. Van-e az egyházi újságírásnak a nyugati és a közép-európai vonatkozásban valami eltérő szála? Tehát ezt hogy látod? Hát mondjuk elég egy német, érdekes egy német evangélikus újságírás és a magyar evangélikus újságírás, és én nem feltétlenül azt akarom, hogy most itt valami ütközés legyen, egyáltalán van-e valami különbség? Pont érdekes tapasztalat, ugye minden második éven megrendezik a németországi evangélikus egyházi napokat, illetve protestáns egyházi napok, csak ugye evangélis, igen. Tehát itt van egy kis félrefordítás, tehát németországi protestáns egyházi napok, ebben benne van a református evangélikus egyház. És ott elég erősen át van politizálva ez a rendezvény, politikusokat hívnak meg, jobb és bal oldalról, és őket szólaltatják meg, és ez meghatározza az ottani erről való újságírást, és így tulajdonképpen az egyház abban az időszakban, abban a pár napban nagyon erősen benne van a különböző médiumokban, de igazából ott sem az egyházi rendezvény kerekedik ki belőle, hanem az, hogy mondjuk Angela Merkel ott megjelenik, és mit felszólal. Mond. Felszólal, és mit mond. Tehát ilyen szempontból tulajdonképpen erre figyelnek föl. A mindennapokban egy evangélikus lelkésznek a lánya ráadásul. Igen, igen. A mindennapokban én úgy gondolom, hogy akár Németország, akár Nyugat-Európa, az egyház olyan élesen nincsen jelen a napi sajtóban, médiumokban. Ha igen, akkor ilyen kultúr szempontból. Ha igen, akkor igen, vagy valami olyan kérdéssel kapcsolatban szólaltatják meg őket, ahol elengedhetetlen, hogy megszólaljon egy egyházi ember. Szerintem valahol mi is ebben a cipőben járunk, mi végezzük a dolgunkat, szeretnénk többször megszólalni, több helyen ott lenni, de sokszor egy ilyen biodíszlet vagyunk, tehát nem igazán az a markáns mondani való jelenik meg, amit mi szeretnénk elmondani, hanem valahol így a mellék zöngéje van ennek. Nagyon érdekes, hogy van egy olyan szövetség, a
evangélikus egyházon belül, ami így az újságírókat tömöríti, és a Luteránus Világszövetségen belül működik, ez a KALME, de itt az volt a fókusz, hogy a vasfüggöny mögötti országokat fogja össze, és az ő sajtójukat mozdítsa elő azokban az években, amikor nem volt szabad a sajtó. És ezek a kis egyházak, akik egyébként is szorványhelyzetben vannak, ezek a kis egyházak elég jó és irillése méltó sajtómunkával rendelkeznek. Ez a szövetség így össze is fogja őket, többször vannak gyűléseik, elmondják a pozitívumukat és a negatívumukat. És nagyon érdekes tendencia, hogy a nyugat-európaiak, akik szintén szorvány helyzetben vannak, vagy nagy egyházak, eljönnek most már ezekre a konferenciákra, és szeretnének tanulni ezektől a kis egyházaktól, mert úgy érzik, hogy eddig ők adtak nekünk azzal, hogy hogyan nyilatkozzunk, meg hogyan próbáljunk meg a legátolt helyzetben valamit mondani, és most pedig ők szeretnének tanulni tőlünk, hogy hogyan lehet ebből a szorványhelyzetből mégis erős, megerősödni, és pozitívan hatni a körülöttünk lévő társadalomra. A következő kérdésem, hogy az evangélikus sajtó és a katolikus sajtó. Nyilván itt a mai világban már nem a 100 évvel, meg 200 évvel ezelőtti helyzet áll fönn, amikor az evangélikus falu, meg a katolikus falu kaszára, kapára ment egy részletkérdés miatt. Tehát más szempontok dominálnak a mai világban. Van-e különbség a katolikus sajtó és az evangélikus sajtó között? Van-e valami kapcsolat, valamilyen hivatalos kapcsolat? Én azt gondolom, hogy újságíróként jó kollegáris kapcsolatunk van, tehát ez a szint, ez teljesen ez működik. Ez már egy nagyon jó alap. Átveszünk egymástól híreket, cikkeket, főleg az ökumené jegyében, tehát a közös megmozdulásokról, hogyha valaki megszorul, akkor egymást segítve, támogatva tudjuk a cikkeket prezentálni. Mind a két egyháznak van saját úgymond érdekvédelmi képviselet, hogy ott a Makusz a katolikus újságíróknak, a Prusz a protestáns újságíróknak, tehát így úgy gondolom, hogy ilyen akár magasabb szinten is. Akár a Mőoszon belül is ott van a protestáns újságíróknak a szövetsége része, igen. Igen, tehát hogy így ilyen szempontból is megvannak, és hát vannak olyan konferenciák, amiken részt vesznek. Itt a napokban zajlik ez a keresztény kommunikátoroknak a szervezett konferencia, amit a külügyminisztérium szervez, és ott ugyanúgy minden egyházból a résztvevők meg vannak hívva, és kölcsönös gondolatcsere zajlik, tehát ez is szerintem nagyon jó, és elősegíti azt, hogy mi a mindennapokban jól együtt tudjunk működni. Elfogadnak-e téged az evangélikus, nem tudom én, lelkipásztorok, mint nőt? Nem férfit keresnének-e, vagy látnának-e szívesebben egy ilyen pozícióban? Tehát a női mi voltod? Szerintem semmiben nem akadályoz. Szerintem ez egyáltalán nem akadály. Tehát ma már ez nem probléma. Lehet, hogy 50 évvel ezelőtt probléma lett volna, de ma már ez egyáltalán nem akadály. Én azt gondolom, hogy a protestáns egyházok ezen a téren megharcolták a maguk harcát már, tehát a női lelkészek már elfogadottak az egyházban, sőt, van egy olyan tendencia, hogy szinte már fele-fele arányban vannak férfi és női lelkészek is. Ugyanígy az újságíróknál is elfogadott az, hogy valaki nőként végzi ezt a feladatot. Nekem az a jó, hogy én a lelkészi karnak a nagy többségét ismerem, mert vagy a teológián jártam vele egy osztályba, évfolyamba, vagy fölöttem, alattam jártak. Vagy pont tanított téged. Vagy pont tanított engem, vagy valamilyen gyülekezeti kapcsolat révén ezer szállal össze fonódunk. Az evangélikus egyházat azért ez a hálózatosság eléggé jellemzi, tehát ismerjük egymást régről, újról, akik most végeznek a teológián, velük is már mint teológus, vagy készítettem interjút, vagy valamilyen formában, akár egy Szélrózsa ifjúsági találkozó révén kapcsolatba kerültem,
Tehát, hogy így millió ezer szállal kapcsolódunk egymáshoz, úgyhogy az elfogadottság az szerintem teljes mértékű. Uh-huh. Szigeti tanár úr? Csak annyit, hogy egy kicsikét talán megkérhetném, hogy mire terjed ki ez az evangélikus sajtó már a nézők kedvéért, hogy milyen lapok vannak, mint merre? Hát én az evangélikus honlapnak vagyok a szerkesztője, ezért vagyok felelős, mellette pedig van két hetente megjelenő... Gyorsan mondjuk el, evangélikus.hu. Evangélikus.hu, igen. Mellette van a két hetente megjelenő magazinunk, az Evangélikus Élet. Készülnek rádió és tévéműsorok is, és vannak ilyen havi megjelenésűek, mint például a Lelki Pásztor, negyedéves megjelenésű a Híd magazin és a Krédó magazin. Hídot. És remélem, hogy nem hagytam ki semmit. Ha nem, akkor majd legközelebb elmondod. Híd magazinra csak annyit, hogy az 20 országban megjelenik, csak egy évvel 20 országban küldik, és egy missziói magazin, tehát a Krédó az egy irodalmi lap, mondjuk így, profilja szerint. A Híd magazin az tényleg egy magazin, amiben nagyon aktuális lelki természetű olvasmányok vannak, negyed évente jelenik meg. Igen, és tematikus. Mindegyiknek van egy-egy fő témája. A legközelebbi témát is elmondom, mert most írtam a házi feladatomat benne. Én is tudom. Tabu. Ja, a tabu. A mostani az az internet. Internet. Akkor ez közel áll hozzád. Igen. Tényleg fiatal és idősebb generáció. Hogy lehet őket összehozni? Nyilván az idősebb, az internet az összehozza az idősebb őket. Generáció inkább távolságtartó a modern elektronikai eszközök vonatkozásában, de azért az internet összehozza őket? Én meg tudom cáfolni, tehát én ilyen Facebook nagyikat ismerek, akik rendszeresen megosztanak, véleményt nyilvánítanak, lájkolnak. Nem baj az. Tehát van ez a generáció is, és látjuk, mert ugye a Facebookon is van egy evangélikus profil. Mondjuk az közösségi média. Közösségi média, igen, igen. Közösségi média, elnézést. És ott is, ott már látom, hogy kik azok, akik követik az oldalunkat, és azt tudom elmondani, hogy a 65 pluszos korosztály az nagyon beerősített. Tehát az első helyen van a 35-45 év közöttiek, középkor, és utána pedig a 65 plusz, aki követi rendszeresen, és kérem a legaktívabb. Szépen. Kérem szépen. Most persze vannak fiatalok is, ők azt mondom, hogy így az egyházi témákban a fiatalok annyira nem aktívak. De követik ők is ezeket a tartalmakat, azt mondom ezekkel az adatokkal, hogy kik azok, akik a legaktívabbak. És én látom azt is, hogy van például Orosházán egy ilyen idősek köre. És ott az idősek körébe egy nagyon érdekes tapasztalatot szereztem, amikor azt láttam, hogy az időseket számítógépes játékokra az unokáik tanították meg. Így aztán két generáció, akik azt mondhatnánk, hogy nagyon távol vannak egymástól, mert a gyerek állandóan kockul, és a nagymama nem tud hozzászólni, hogy mit csinálsz már megint a számítógépen, meg a tableten, meg nem tudom én. És mégis összeülnek, és a nagymama tanulja, hogy hogyan kell mondjuk a számítógépen egy ügyességi játékot játszani, és az unokájától tanulja ezt meg, és aztán utána, amikor már ő is sokat gyára játszik, lehet, hogy van egy olyan aspektus, amit ő tud mondani az unokának, hogy ebben a játékban ő hogy szokott játszani. Van egy nagyon érdekes tapasztalatom. Néhány évvel ezelőtt Hongkongba jártam, és ott egy gyülekezetben voltam, és egy 100 éves néni élete első prezentációját tartotta a Biblia tanulmányok vonatkozásába is. Szegénykém izgult, 100 éves volt élete első prezentációja. Hát mondtuk, hogy ne izguljon, itt vagyunk, segítünk, majd mi nyomjuk a gombot, de tökéletesen. Ez is azt mutatja, perfektül, hogy professzionálisan megoldotta. Sosincs késő elkezdeni. Igen. Na, igen. Hát ez pont az a terület. Szigeti tanár úr, még valamit akartál? Semmi, csak örülök neki, hogy a sajtó ennyire, hát ez a szívem csütke egyrészt a sajtó, és ennyire előre kerül, mert
A sajtónak egy célja van a befolyás. Befolyás az egy nagyon fontos dolog, hogyha optimistán, nem anyázva, hogyan nagyon sokszor az emberek gondolkodnak, nem ellentétekben, hanem az értékek felmutatásában vagyunk, úgy erkölcsi, mint kulturális, stb. Értékek felmutatásában, ez nagyon nagyszerű alap arra, hogy egy jobb generáció nőjön. Bolla Zsuzsanna, nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Szigeti tanár úrnak a szakértést. Elköszönünk a nézőktől, önök a Vallás és Kultúra című műsort látták. Viszontlátásra, Isten áldja önöket!